Ez a pici lánya Szalkai illetőségű Papert Anna, aki az egyik legtehetségesebb résztvevője volt, az idén immár 5. alkalommal megrendezésre került harmonika tábornak. Anna családjában a harmonika szó szinte mindennapos, hiszen édesapja is játszik a hangszeren, és figyelemre méltó gyűjteménye is van belőle. Anna mellett az ország minden részéről érkeztek tanulók a Pece István által vezetett kurzusra. A zenetanár 5 esztendővel ezelőtt indította útjára a nyáriskolát, látva a német kórusok nehéz helyzetét a tekintetben, hogy rendszeres probléma volt a kísérő muzsikusok hiánya. Az elmúlt évek visszaigazolták a kezdeményezést, hiszen évről évre nő a résztvevők száma. Ezt a célt tűztünk ki magunk elé, hiszen Köller János barátom szerint, ugye, aki most már 4 éve vagy 5. éve nincs köztünk, legutoljára Bonyhádon például akkor volt harmonika oktatás, amikor mi tanultunk, tehát az elég régen volt már, hogy körülbelül 50 éve, és egy nagy szívfájdalma volt, hogy ezt nem vállalja föl senki. Ennek egy hosszú magyarázata van, hogy miért nincsenek harmonika tanárok, most már majd lesznek, és mi is azon dolgozunk, hogy a gyerekek minél többen szeressék meg a harmonikát, minél többen menjenek középiskolába, konzervatóriumba, illetve zeneakadémiába, zeneakadémiára is legyenek harmonika művészek, harmonika tanárok, hogy ez a hangszer Magyarországon is visszakerülhessen arra a szintre, ahol, amit egyébként megérdemel. Éveken át a hangszert üldözte a hivatalos kultúrpolitika, ennek köszönhetően csökkente jelentősen a népszerűsége. Az utóbbi időkben azonban az elkötelezettek szorgos munkájának eredményeként ismét teret hódít a különböző zenei stílusokban. Pedig Hajdan, meséli Pece István, mindennapos volt a német családokban a hangszer ismerete. Minden családban vagy a nagypapa, vagy az apuka harmonikázott, mindenhol van egy harmonika, tehát rendkívül könnyű a dologba ráindítani a srácokat, mert annyi, hogy le kell porolni a harmonikatokat, és már is lehet játszani, tehát még különösebben anyagi befektetést sem igényel. A pozitív folyamatokat látva azok a szervezetek, akiknek dolga a német kultúra életben tartása és felvirágoztatása, támogatják évről évre a tábort. Nagyon nagy támogatást kapunk a Bonyhádi Német Önkormányzattól, a Szekszárdi Német Önkormányzattól, a Tolna megyei Német Önkormányzattól, és hát külsős cégektől is, az Aliszkabautól, a Tar Kft-től. Tehát sok embernek szívügye az, hogy a harmonika visszakerülhessen a régi rangjára a környező országokhoz hasonlóan. Az a generáció, aki még tanulta a harmonikázást, lassaként kiöregedett. Ennek lett az eredménye, hogy ma már nehéz a német énekkarok számára találni egy jó harmonikást. Az előttem lévő generáció megöregedett, és gyakorlatilag a környező településeken nincs, aki harmonikával vagy fúvóssal kísérje a táncegyütteseket, kórusokat. Egyedül én vagyok itt több helyen is hadrafogva, de hát az erőim végesek, de azt gondolom, hogy 2-3-4 év múlva itt lesznek a fiatalok, akik ezt a feladatot be tudják vállalni, és ragyogóan meg fogják tudni oldani. Az egyhetes kemény tábori munka eredményét 3 helyszínen is bemutatták a résztvevők. Feléptek a helyszínű szolgáló Bátalpátiban, Bonyhádon és Szekszárdon is. Pece István azt mondja, a fogadtatásból és az évek során egyre bővülő nézőszámból is arra lehet következtetni, nő a hangszer népszerűsége. És hát ahogy láttuk, a fellépő ifjak teljes biztonsággal kezelik a hangszert, ami egyfajta biztosíték arra, hogy a megálmodott cél hamarosan teljesülhessen.